automatizált cenzúra tökéletes alkalmazása. Akarjátok ezt? Nem akarjuk ezt. De most mindenek előtt szeretném megkérdezni bőletek, egyébként biztos vagyok benne, hogy láttátok YouTube-on, Facebook-on ezeken az oldalakon, hogy a legjobb mi a helyzet. Az a helyzet, hogy ők abban a pillanatban, hogy ez kitudódott egyáltalán, úgy gondolták, hogy nem, ők egyből nemet fognak mondani. Abban a pillanatban tízezrek mentek ki Lengyelország szerte, minden nagyvárosban, több mint 30 nagyvárosban, hogy nemet mondjanak. Nem ez az első alkalom, hogy Lengyelországban elindult valami, mire aztán a magyarok is felébredtek. Na most, szeretnénk éppen ezért küldeni nekik egy ajándékot, de ebben ezt együtt kell küldenünk, mindannyiatok segítségére lesz szükség. Lengyelországban minden tüntetés úgy nézett ki, hogy a srácok ugráltak. Biztos láttátok a videón, hogy milyen fantasztikus ugrálás, egész Lengyelországot szinte megmozgatták a földet. Most szeretném, ha mi legalább itt ezt az épületet megmozgatnánk egy ugrálással. Úgyhogy el fogom mondani magyarul azt, amit ők akkor skandálnak, amikor ugrálnak. Mint pedig ez úgy hangzik, hogy ha nem ugrasz, jön az a hop-hop-hop. Szeretném, ha ezt most mindannyian mondanátok, és közben ugrálnátok, hogy ha nem ugrasz, jön az a hop-hop-hop. Miután láttuk az interneten, Facebookon, YouTube-on, hogy mi történik Lengyelországban. Most már mi is itt vagyunk az utcán, és demonstrálunk. Az, ami Lengyelországban történt, a mi szívünkben is felébresztette a kötelességtudatot és vágyat a szabad internet iránt. Éppen ezért szeretnék nektek köszönetet mondani, és van egy ajándékunk is számotokra. Na, ez az ajándék az lesz, amit az előbb elpróbáltunk. Tehát, hogyha a végére érek majd a szövegnek, akkor kezdjük el ezt, hogy még egyszer próbáljuk el. Ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, hopp, hopp! Csinálnatok, de mindenkire szükség van ahhoz, hogy ez igazán jó legyen. Tehát mindenkit meg kell, hogy ezt mindenki ugrál és mindenki mondja, oké? Tehát most elkezdem a lengyeleknek az üzenetünket, és ezt úgy fogjuk befejezni, hogy akkor ti ezt megcsináljátok. Rendben van? Jó.
wiecie, to nie pierwszy raz, że w Polsce to się zaczęło, a potem dzięki temu Węgrzy też się obudziły. Kiedy 26 stycznia węgierski rząd podpisał umowę ACTA, nikt na Węgrzech nie był tego świadom. Zorientowaliśmy się dopiero po polskich protestach. A teraz my już też jesteśmy na ulicy i protestujemy. Widzieliśmy was w internecie, na Facebooku i YouTubie i obudził się ogień w naszych sercach też, by walczyć o wolny internet. Chcemy wam powiedzieć, że dziękujemy. Też mamy dla was prezent. Polak, Węgier, dwa bratanki. Thank you.
Thank you.
szabadság az ugye mindenkinek megadatott. Ezt ugye tudjuk. Hát akkor most mutassuk meg, hogy hogy valósul meg a szabadság 2012 Magyarországában. Érezzük jól magunkat együtt, mert szabad. Következik a Freedom. Freedom!
meg, megfagynátok, ismételjük meg ezt az ugrálást. Ha nem ugrasz, jön az nekta, hopp, hopp, hopp! Ha nem ugrasz, jön az nekta, hopp, hopp, hopp! Ha nem ugrasz, jön az nekta, hopp, hopp, hopp! Informáljátok az összes ismerősétöket az aktáról is, és az ellene folyó harcról is. Hogy amikor legközelebb az utcára jövünk, ők is itt legyenek, és utána az ő ismerőseik is, egészen addig, míg mindenki, akinek fontos az internet szabadsága, kint nem lesz, és ezt észre nem veszik végre azok, akik helyettünk olyan döntéseket hoznak, amit mi nem akarunk. Folytatódhassanak. Nyilvánvalóan sajnos, mint mindenhez, pénzre van szükség a szervezéshez és a színpad, minden ilyesmihez. Úgyhogy arra is megkérnék titeket, itt van ez a doboz, egyelőre teljesen üres. De arra kérnék titeket, hogy egy buszjegyárával, vagy bármivel végig fog menni a tömegen ez a doboz egy tantan dobbal. Szeretnék, hogyha amit tudtok, dobjátok bele, hogy legközelebb is meg lehessen ezt így valósítani, ahogy most megvalósítottuk. Megteszitek? Itt ebbe a dobba is gyűjteni fogjuk az adományt. Ebbe a kettőbe. Menni fog? Jó, akkor ennek örömére még egyszer. Ha nem ugrasz, jön az akta, op, op, op! Ha nem ugrasz, jön az akta, op, op, op! És az első adomány is megtörtént. Köszönjük! Akkor nem is rabolnánk a szót. Ezt valószínűleg sokan ismeritek. Reméljük, tetszeni fog. Let's go.
Yeah.
köszönjük szépen, ez volt a Dára Leo Ben. Basszus a játszott, Tomasz a Gábor, Tomokrát, Hörnös, Nóder, én Tarnosi Balázs voltam. Itt összegyűlünk. Mert a helyzet hasonló, mint volt 1812 terén, vagy 1941 terén, de most nem egy diktátor, nem egy Napóleon vagy egy Hitler fenyegeti a szabadságunkat, hanem egy globális egyezmény diktátuma. Egy globális egyezmény diktátuma fenyegeti az internet szabadságát. Azért vagyunk itt, ezelőtt a felhátterésre váló hivatal előtt, hogy figyelmeztessük ezeket a cáparadel jelölteket el a kezekkel a netünktől. Uraik, azok, akik zárt ajtók mögött titokban tárgyalnak a mi internet használatunkról, hazug álcába burkolóznak. Azt állítják, hogy ők csak az alkotók és a feltalálók érdekében lépnek fel, de valójában az internet feletti ellenőrzés megszerzésére törnek egy gumiszabály alkotásával. Az internet ellenőrzéséhez vezető út első lépése lesz az akta érvénybe lépése. Mi az akta? Az akta az automatizált cenzúra tökéletes alkalmazása. Az akta a szerzői jog győzelme az információszabadság és a szólásszabadság felett. Mit jelent az akta? Az akta az Akta Bizottság internet feletti uralmát egy senki által nem választott és senki által nem ellenőrzött bizottság uralmát jelenti. Az akta a rólunk, de titokban folytatott tárgyalásokat jelenti. Az akta azt jelenti, hogy joguk van a teljes adatforgalmunk megtekintésére. Az akta azt jelenti, hogy teljesen hülyének néznek minket. Az akta szerződés egy legitim, tisztességes jogalkotási folyamat eredményeképpen született, állítják ezek a derék szerzői jog, vagyis kiadó érdekvédői jogvédők. Ha így történt valóban, akkor azt árulják el nekem, hogy miért mondott le Kader Arif, akit az Európai Parlament az akta európai bevezetésének felügyeletére nevezett ki. Ha így történt, akkor miért hátrál ki a ratifikációból egyre több becsületes európai kormány? Ha így történt, akkor miért írták alá már 2 millióan az akta ellenes nemzetközi petíciót? 4 évig titokban tárgyalják, majd publikálják a végeredményt, és egyszer csak azt mondják, nem is volt titkos a megalapodás folyamata. Hát persze, hogy nem volt titkos, mert a Wikileaks kiszivárogtatta. De persze, akik a szerzői jogvédők és a kiadói maffia, bocsánat, a kiadói multicégek tojásain táncol, az gyorsan azon kaphatja magát, hogy az egész világ nem erőszaktevőnek tartja, mert az összefonódó szórakoztató és médiaipar urainak ez az érdeke. De Magyarországon is sokkal jobb a helyzet,
ha akár csak az átlátszó.hu-ra gondolunk. Ha oknyomozó újságíróként létrehozol egy oldalt, hogy a közpénzek eltüntetésén igyekvőkre irányítsd a figyelem reflektorát, akkor gyorsan azon kaphatod magad, hogy még ellened indul vizsgálat. Nálad lesz házkutatás, és esetleg a rendőrség néhány szakértője tönkreteszi a munkától szükséges eszközt. Mi az internet? A 21. században a kultúrához jutás egyik alapvető eszköze. Márpedig a kultúra közkincs. Nem engedhetjük meg, hogy egyesek a közkincseit elássák, és pénzért árulják nekünk a kincsekhez vezető térképeket. A kultúra mindenkié. Hatalmas károkat okozunk azzal, hogy letöltünk és megismerünk kulturális javakat, mondják ők. Ez egyszerűen nem igaz, hiszen egész egyszerűen nincsen pénzünk arra, hogy a jelenlegi árat megfizessük azokért a zenékért, a filmekért, amikre kíváncsiak vagyunk. De minél több zenekart ismerünk meg, annál több koncertre fogunk elmenni, és az ott fellépő zenekar is többet kap a pénzünkből, mint ezeknek a derék kiadóknak a közvetítésével. De nézzük, miért is elérhetetlen áru számunkra, miért elérhetetlen áruak számunkra ezek a kulturális termékek? Hát azért, mert a kiadó terjesztő és a filmkészítő ipar a bankárokhoz hasonlóan túlfizeti magát. Közben arra hivatkoznak, hogy az alkotók érdekeit védik, és mi lopunk, ti loptok. Nos, egy magyar alkotónak ma, amint egy saját alkotását előadja, fizetnie kell. Bizony, neki kell fizetnie, és annak a szerzői jogvédő hivatalnak kell fizetnie, amely azoknak a művészeknek adja át a felesápolt pénzt, akik már amúgy is nevet és ezzel egzisztenciát teremtettek maguknak. Azt mondják, mi lopunk, azt mondják, ti loptok. Kérdem én, az micsoda, mikor szerzői jogdíjat fizettetnek velem egy adathordozó vásárlásakor, amire aztán a családom, a barátaim, a szerelmem képét másolom fel. Ki is itt a tolva egészen pontosan? Akkor nézzük, jól látom-e. Tehát feltételezik rólam, hogy én lopni fogok, ezért biztos, ami biztos, ők már előre meglopnak engem. Nagyjából 1,5 millió közé tehető a hazai torrentezők, fácserélők száma. Ennyien vagyunk? És eddig némán tűrtünk, vagy csak morgolódtunk? Hogyan lehet az, hogy nekünk kalózoknak nincs egységes és erős érdekképviseletünk? Magyarország kalózai, egyesüljetek! Nem mondhatjuk, hogy a magyar kormány érvényben léptessen egy olyan szabályozást, amelyen a magyar nethasználók érdekeit és biztonságát veszélyezteti. Keressétek meg a parlamenti képviselőtöket, és szólítsátok fel, hogy ne szavazzon meg az akta magyarországi bevezetését. Keressétek meg az ellenzéki képviselőket is, keressétek meg minden politikai pártot, hogy minden lehetséges fórumon szólaljon fel és akadályozza ezt meg. Mi ennek az egész aktaügynek a tanulsága? A tanulság az, hogy a közös ügyeinkről való döntésjogát nem adhatjuk át másnak. A közös ügyeinkről való döntésjogát magunknál kell tartanunk. Ez bizonyítja a vitorladísznek is silány elmúlt 20 év. Ez az elmúlt 20 év kudarca azt mutatta, hogy a feltétlenül szükségesnél jobban nem bízhatunk meg másokban, hogy ők majd tisztességgel, becsülettel kiállnak a mi érdekeinkért is. Az internet a közéletnek egy olyan területe, ami lehetővé teszi a képviseleti demokrácia meghaladását. A világtörténelemben soha nem álltunk még ilyen közel a valódi részvételi demokráciához. Nekünk magunknak kell kezünkben venni a döntéshozatalt. Soha többet ne hozzanak a fejünk fölött döntéseket. El a kezekkel a szabadságunktól. El a kezekkel a vetünktől. Stop ACTA! Hey! Sziasztok! Nagyon jó, hogy ennyien itt vagytok és itt tüntettek velünk, mi vagyunk a Nova Gravity Pénzszerrel. Reméljük egy kicsit feldobjuk itt a hangulatot, bár már elég jól érztek magatokat, ahogy látom. Elnyomunk egy számot nektek. Falling with Style a címe. Yeah.
tüntetésre! Remélem jól néznek majd be, hogy kicsit mozgassátok a végtagjaitokat! Gyerünk, akkor nem fásztok! Check the mic, you got the music flowing, flowing with the music.
hangját, légy szíves, pengeljen velünk! Kettő, mennyire indul? Következik. Oh!
hallottátok még? Köszi, voltak a No More Gravity, sziasztok! Sziasztok! Oké, akkor most még szeretnénk egyszer, és most utoljára még jegyezzétek meg, és aztán utána jövő héttől kezdve, miután hírt vittetek erről a tüntetésről, és folytatni fogjuk, az ugrálást szeretném látni. Tehát, ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, 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 gyerünk gyorsan, még rázzuk meg ezt a helyet egyszer. Ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, 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 ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, 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 ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, 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 ha nem ugrasz, jön az akta, hopp, hopp, hopp. Dobjatok bele minél több pénzt, mert hogy egyelőre még az a baj, hogy összeszámoltak itt a kollégák, hogy mennyi pénz van, és sajnos nem túl sok, úgyhogy ahhoz, hogy meg lehessen valósítani majd a folytatást, még egyszer körbenj a dobot, és dobjátok bele azt, amennyit csak rá tudtok szállni a szabad internetre. Köszi! Na, tehát megy a doboz, és nektek még ezen kívül van egy fontos feladatotok, hogy amint hazamentek, www.facebook.com/akta.nem írjátok be a böngészőbe, csatlakozzatok ehhez a csoporthoz, és minden ismerősötöknek szóljatok. Rendben? Na, tehát most egyelőre ma este végén hagyjuk ezt a helyet végre, hogy itt pihensenek, követhessék a honlapjuknak a példáját. Egyébként anonimus barátaink még az egyébként üzenik, hogy tehát ennyivel nem fogja megúszni a vezetőség, a kormány, hogyha nem lépnek vissza, akkor még néhány hónap nagyon hálás lesz majd nekik, azért, hogy végre pihenhetnek egy kicsit. Na, tehát figyeljetek, a feladatotok kettő, az egyik az, hogy a dobozba dobjatok be, amennyit csak tudok. A másik pedig a honlap, a www.facebook.com/akta.nem. Ezt írjátok be, miután most békével hazamentek, mert ugye bármi bégisek vagyunk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki jelen volt. A ti nevetekben is.